Bam 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 bam, gyere vissza! Sziasztok srácok, lányok, üdvözlök mindenkit! Először is szeretnék köszönetet mondani annak a 151 feliratkozónak. Én nem gondoltam volna, hogy ennyi embert érdekel az, amit csinálok, és persze tudom, ezek nem nagy számok nagy YouTube körökbe, mondhatni még nem is létezem, de mégis nekem ez a 151 feliratkozó sokat jelent, és köszi, hogy itt vagytok, nagy lájk nektek. És mondjátok másnak is, hogy iratkozzanak fel. Na de nézzük, hogy mi lesz a mai videónkban. Egy abszolút egyszerű, klasszikus termékfotózást fogtok látni, amit otthon is el lehet végezni. Egy parfümről fogok készíteni termékfotókat, 2 vagy 3 lámpás megvilágításban. A fotózáshoz egy Canon 6D Mark II-est fogok használni, egy 50 mm-es objektívvel. Adatok, paramétereket majd menet közben fogok közölni veletek, illetve hát az majd adja magát, hogy mi lesz. Úgyhogy most átrendezzük a helyszínt, és kezdjünk is bele. És ahogy mondtam is a videóban az elején, hogy hát kezdetben nem hinném, hogy olyan túl nagy befektetés kell ahhoz, hogy jó minőségű eladható termékfotót készítsünk. Ez itt tükrözi is, ugye itt egy kínai háttértartó állványon van egy fekete szövet hátterünk, ami gyakorlatilag semmire nem jó az égvilágon, mert átereszti a fényt, tehát hogyha ablak elé rakod fel, akkor gyönyörű szépen át fogja engedni a fényt, és látni fogod a fotókon az ablak formáját. Viszont nekünk most nagyon nagy segítség lesz, ugyanis az a problémám, hogy a fehér a falunk, ahol fogunk fotózni, és én azt nem szerettem volna, hogy bárhonnan is visszaverjen fényt a fotózandó termékünkre, tehát a parfümünkre. Ezért én ezt most letakartam ezzel a szövet háttérrel, ami most így tök jó és nagy segítség lesz. Erre meg ilyen sufni tuning módszerrel rá rögzítettem ezt a fekete, matt színű plastik hátteret, ami kifejezetten termékfotózáshoz van. Ez egyébként az egyik oldal a fényvisszaverős, a másik matt. Mi most a matt részét fogjuk használni. A világításunk pedig 2 ilyen kis lámpa lesz. Én úgy érzem, hogy felesleges lenne most jelen pillanatban 2 nagy strip boxot felállítani, és akkor azt úgy variálni. Egyrészt a helyünk sincs annyi. Nyilván stúdióban azért ez más, és akkor nem ilyen kis eszközöket használunk, hanem akkor ott normális softboxokkal, meg mélysejtrácsokkal, meg gimbálokkal, meg nem tudom mikkel fotózunk. Szabadságunk és kreativitásunk is nyilván stúdióban sokkal több, mint most. Ahogy az elején is mondtam a videónkban, ez egy egyszerű termékfotó lesz. Úgyhogy én most lekapcsolom a fényeket, és akkor elkezdjük beállítani a világítást. És ahogy mondtam is, lekapcsoltunk minden fényforrást, tehát csak azok a lámpák világítanak, amik a fotózandó termékünket fogják megvilágítani. Úgyhogy én most be is állítom, hogy honnan jöjjön a fény. Ez eleve, amit itt most én így nagyjából leraktam fényeket, ez sem olyan rossz, bár szerintem ide még kéne még egy lámpa, és akkor még szemből is megvilágítani, meg szerintem eléggé klisé lenne és uncsi, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy fogom, és ezt a fényt, így az egyiket az S és az A irányába teszem, a másikat pedig be fogom állítani a G és az E betűk közé, és igazából így 2 csíkot fogok varázsolni a parfümünkre, és szerintem ez ettől egy kicsit olyan dizájnosabb lesz, illetve egy kicsit el fog térni a megszokottnól. Nyilván a fotónkon ez most másképp fogjátok látni, mint itt. Itt most teljesen beleolvadott parfümünk a háttérbe. A fotónkon, amit majd mindjárt látni fogtok, ott azért ez egy kicsit el fog választódni a háttértől. Nagyjából beállítottuk a fényünket, hogy szeretnénk megvilágítani a parfümünket. Nincs más hátra, mint hogy pozícionáljuk a fényképezőgépet, tehát hogy honnan szeretnénk lefotózni a parfümünket, illetve az expozíciós értékeket kell beállítani. Én ezt a parfümöt most szemből fogom lefotózni, és kezdetben egy
ISO 100 F8-as rekesz és egy 4 másodperces záridőt fogok használni, manuális üzemmódban, önkioldóval, tehát pittyegni fog, ugyanis a távkioldóm az még nem érkezett meg. És akkor nézzük is, hogy milyen lesz az első fotónk. Igen, én ezt egy picit túlvilágosnak tartom, úgyhogy visszalemegyünk. Így. Készítek még egyet. Igen, és ez így már sokkal jobb. Viszont ami problémánk, az a megvilágítás. Tehát amint láthatjátok, se a jobb oldali, se a bal oldali fényünk nem jó. Úgyhogy most fogjuk, és belenézve a kamerába megpróbáljuk beállítani ezt. Kicsit odébb rakjuk, én azt szeretném, hogy az S és az A betű közt menjen az a fehér csíkunk, és igazából csak egy, nem kell, hogy túl vastag legyen az a csík, elég, ha csak vékonyan megy. Most a jobb oldalit, azt is egy kicsit odébb toljuk, és még egy picit, és talán most lesz az igazi. Úgyhogy most készítünk még egy fotót. Jó, ez az önkioldó. Ahogy mondtam egyébként, van, vagyis hát van, de még sincs távkioldóm, mert már megrendeltem, csak még nem érkezett ide. És akkor nézzük, hogy most milyen lett. A jobb oldalunk az szerintem tökéletes, illetve a bal oldalunk, bocsánat, a bal oldalunk az szerintem tökéletes lett. A jobb oldalit azt még egy picit az E betű fele kéne vinnünk, ezt a fényünket. Így, és akkor nézzük meg, hogy most milyen lesz. Egyébként az a jó ebbe a termékfotóba, hogy ez így igazából egy ilyen kis játék, tehát folyamatosan mindig csinálsz képeket, és ellenőrzöd vissza, hogy milyen fotót készítettél. Én szerintem a fénybeállításunk most tökéletes, viszont én most mégiscsak csinálok egy világosabb fotót, szerintem viszont amit már eddig készítettem, az meg túl sötét lesz. Igazából ilyen expozíciós értékekről annyira értelme nincs beszélni, hiszen mindenkinél más és más lesz a expo beállítási adatok, mert mindenki más fényeket használ, mások a környezeti hatások, mások a környezeti fények. Szóval ezek csak egy ilyen útmutatószerű értékek, annyira nem is kell ezeket komolyan venni, csak nagyjából megközelítőleg, ha ilyen beállítási értékeket használsz, expozíciós értékeket, akkor ilyen hatást fogsz elérni nagyjából, de mondom, ez változik. És igazából itt a fotózásunk lassan a végéhez is ér, ugyanis, ahogy mondtam is az elején, ez egy egyszerű termékfotó lesz. Nyilván ezt még photoshopolni kell, egy kicsit kozmetikázni, meg kell vágni, és utána lesz tökéletes, erről is fog készülni majd egy videó, úgyhogy ja, hát ez a fotózás, ez nagyjából ennyi lenne. Ahogy a videóban láttátok, azért nem feltétlenül kell a 20 kvadrilliárdos felszerelés ahhoz, hogy jó minőségű, kiváló és eladható termékfotókat készítsél. Nyilván a professzionálisabb eszközökkel sokkal gyorsabban, hatékonyabban és eredményesebben is. Talán a kreatív szabadságod is sokkal nagyobb lesz, és ezáltal, ja, ahogy mondtam, sokkal gyorsabban és egyszerűbben tudsz ilyen jellegű termékfotókat elkészíteni. Ha viszont te tegnap találtad ki, hogy szeretnéd megtanulni a termékfotózást, én szerintem felesleges egyből bevásárolnod iszonyat sok pénzért, mert gyakorlásnak otthoni körülmények közt is tudsz ilyen jellegű termékfotókat készíteni.
Ez a videó ennyi lett volna, én megköszönöm a figyelmeteket, ha tetszett a videó, a megfelelő gombok megnyomásával ezt kifejezheted, illetve a komment szekcióban a gondolataidat és a véleményedet tudod velem megosztani. Ha viszont további tartalmat szeretnél tőlem látni, akkor mindenképp iratkozz fel, hiszen ezzel is támogatod a munkásságomat. Legyetek jók, sziasztok!